A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió városismereti műsorát látják a következő 50 percben. Fotótörténettel folytatjuk sorozatunkat, mint ahogy már jó ideje, hónapok óta foglalkozunk fotókkal. Köszönhető ez szakértőnknek, Váci Márk történésznek, városkutatónak, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. A fotótörténetben már-már lassan közelítünk napjainkig, hiszen a következő időszakban az 1950-es, 60-as, 70-es éveket fogjuk feleleveníteni a fotóknak köszönhetően, de ahhoz, hogy tovább tudjunk menni, szükségünk van most is egy kis felvezetésre. Honnan hoztad ezeket a képeket, honnan erednek? Adódott egy nagyon jó lehetőség. Az internet világa csodákat rejt magában, természetesen a veszélyek mellett, de ezt mindannyian tudjuk szerintem. A legnagyobbnak mondott közösségi oldalon, hogy tényleg így van-e, az egy kérdés. Van egy több mint 10 000 tagot számláló Fehérvári Vagyok csoport, egy közösségi oldal igazából, aminek az adminisztrátora Sohonyai Edit. Nemrégiben, néhány évvel ezelőtt bukkant egy hatalmas nagy fotógyűjteményre, Barasics Bélának a fényképanyagára, és ezekből oszt meg mostanában is egyébként rendszeresen különböző felvételeket, illetve én ezzel már találkoztam mindenféle multidéző oldalakon is, természetesen, és a helyi antikváriumnak a közösségi oldalán is időről időre megjelenik. Azért jó ezeket egyébként minél több helyen látni, mert a megosztások után nagyon sok hozzászólás érkezik például, ahol akár a fénykép készítésének a dátumát lehet egy kicsit pontosítani, akár a fotóhoz kapcsolódó történetek, mondjuk az épület vagy az ábrázolt személyhez kapcsolódó történetek nagyon jól összegyűjthetők, és azért egy várostörténésznek, főleg aki 20. századdal foglalkozik, ami már azért fotókon is nagyon jól dokumentált, kiváló forrás egyébként. Neked dolgozik az egész város ilyenkor. Az a helyzet, hogy egyébként ez szó szerint is érthető, mert hogy Edit indított ugyanezen a közösségi oldalon egy ikonikus helyek sorozatot, amiben nagyjából ennek az időszaknak a jellegzetes helyei kerültek feldolgozásra, illetve kerülnek a későbbiekben is feldolgozásra. Pontosan azért, és ez a cél, most bocsánat, hogy én mondom ezt, de Edit ezt a célt tűztek, hogy segítsük Váci Márk várostörténeti kutatását, amiért én nagyon hálás vagyok, és előszeretettel olvasom természetesen a hozzászólásokat. Tehát a Virágóra mellett megjelent már a Beles, aztán megjelent az egykori szamovár, eszpresszó, és különböző olyan helyek, amikhez kapcsolódóan azért több évtizednyi történet gyűlt össze, és ezeket a fehérváriak nagyon lelkesen meg is osztják velünk természetesen, úgyhogy kitűnő információforrások. Csodálatos emberek érnek ebben a városban, már csak azért is, mert ennyire képesek együtt dolgozni azokkal, akikkel látszik, hogy azért a tudásukat hozzáadva küzdenek azért, hogy összegyűjtsék és bemutassák a város történetét, mert hogy ebben a műsorban is köszönhettünk már sokat a nézőknek, hiszen már kerestek meg érdekes képekkel, hiszen érdemes elmondani, hogy a sorozatot azzal kezdtük, hogy réges-régi, akár 1800-as évek végéről származó műtermi fotókat mutattunk be. És így jutottunk el, hát még nem teljesen napjainkig, de ugye az előző részben már olyan képeket láthattak a nézők, amelyekre emlékezhetnek akár, hiszen eljutottunk a 70-es évekig. Igen, ugye 10x adáson keresztül dolgoztunk fel igazából 100 évet, hiszen most az 1970-es évek elejéig jutottunk el, hogyha a fehérvári fotótörténetet nézzük, ez nagyjából 110 évet ölel fel összesen, tehát rendkívül aprólékos kis mozaik darabokból áll össze, és én azt gondolom, hogy minden egyes műtermet, minden egyes fényképészt érdemes egyébként közelebbről megismernünk. Nyilván nem minden munkájukat, ahogy most Barasics Béla esetében sem minden munkájukat, főleg a legjobban sikerülteket, illetve olyanokat, amelyekhez különböző várostörténeti adalékok, akár események, évszámok kapcsolódnak.
Ugye ebből a sorozat részekből megismerhettük egy kicsit az akkor itt élő embereket, a viseleteket, aztán megjelentek az első városképek, mély nyomot hagyott bennem az, amit tényleg elsőnek nevezünk a színház alapkőletétele esetén. Aztán az előző rész pont azért volt érdekes, mert emlékezhettünk rá, a mostani rész pedig azért érdekes, mert ma élő művészről van szó. Egy olyan fotóművészről, aki végzettségét tekintve egyébként pedagógus, az 50-es évek elejétől a Zentai úti általános iskolának volt az oktatója, tanára, és aztán később pedig a 323-as számú ipari szakmunkás képzőnek lett az oktatója. Ez az Árpád technikumnak az elődje, ugye a 320-as volt a 320-as az Árpád, a 323-as az pedig a Vörösmarty iskolának az elődje. Majd a régi 320-asról is fogunk látni egyébként fényképet pont Barasics Béla sorozatában, és vele kapcsolatban az a nagyon érdekes, én eddig összesen annyit tudtam róla, ugye főleg Editnek a leírásai alapján, hogy ő pedagógus végzettségű, illető rendkívül sokat fotózott, az is kiderült róla, hogy 1956-ban például letartóztatták, mert a Budapesten készített fotói előkerültek, és ezért bizony börtönben raboskodott hónapokon keresztül, majd aztán úgy tért haza Székesfehérvárra. Az 50-es évek elejétől kezdve fényképezett rendszeresen a városban, tehát a háborús nyomokat is például fotózta, hiszen ugye a 60-as évek elején is még voltak rekonstrukciók, restaurációs munkák a városban, és ugye az a nagyon érdekes vele kapcsolatban, hogy nem csak fényképezett, de a város történetével is aktívan foglalkozott. Például van egy Petőfi Székesfehérváron című kézirata, ami a reformkori színjátszással kapcsolatban bizony meglehetősen sok munkában megjelenik, például Demeter Zsófia vonatkozó írásaiban rendszeresen hivatkozik rá. Illetve amellett, hogy fényképezett, és majd fogjuk látni, hogy tanítványai is voltak, akiket oktatott a fotózás technológiájára, honismereti szakkört vezetett, illetve a Vörösmarty sportkörnek a természetjáró szakkörét, valamint rendkívül elismert várostörténeti előadó volt. Tehát rendszeresen felbukkan a Fejér megyei hírlapban a 60-as, 70-es években, sőt még a 80-as évek elején is az ő neve, és gyakorlatilag csak mint Barasics Bélát említik, aki előadást fog tartani ilyen-olyan, amolyan témáról, például Székesfehérvár ezeréves történetéről. Tehát annyira bejáratott volt az ő neve, és annyira fogalomnak számított már akkoriban is Székesfehérváron, hogy nem kellett külön megnevezni, hogy ő milyen tisztségben tartja ezt az előadást, mi a titulusa, pedagógus, fényképész, stb. Csak egyszerűen Barasics Bélaként jegyezték. Ha egy kicsit a technikára gondolok, abban az időszakban fényképezett, amikor hát igazán izgalmas volt egyetlen egy kép elkészítése. Ugye biztos egy csoda a digitális technika is, de a filmes ismerőseimtől, főleg az idősebbektől hallom, hogy amikor még filmre, hát a fényképezéssel ugyanezt el tudjuk mondani, hogy azért ott lehetett játszani a fényképezésnél is, mert azért már voltak olyan objektívek és egyebek, amelyek segítették a kiváló fotót, de maga az előhívás csodája, volt benne részem, azért tudom ennyire dicsérni, ahogy megjelenik a kép, tehát azért az egy varázs, egy igazi varázs, és hát ennek a varázsnak az eredményeit fogjuk látni a mai műsorban, ezt szeretném is jelezni, hogy érdemes lesz követni bennünket, hiszen Márknak köszönhetően és kollégáim segítségével hamarosan be is mutatjuk a képeket. Kezdjük? Kezdjük, igen. Akkor nézzük is meg az első képet Barasics Béla képei közül. Tanítványaival látható 1968-ban a Vidám Parki tónál. Ő az, aki azzal a nagy fotomasinával rendelkezik ott, hogyha balról nézzük a képet, akkor a második. Tehát ugye a legidősebb igazából, az látszik is, hogy három fiatal ember veszi őt körül. Azért ezt a képet választottam az elejére, mert ez az egyik olyan fotó, amin ő is látszik. És az összes többi kép az majd szépen, ahogy haladunk a városban, először a belvárosba befelé, majd a belvárosból kifelé, úgy követik egymást nagyjából ebben a logikai sorrendben. Tehát egyfajta városnézést
városnézésen fogunk most igazából részt venni. A sineken vagyok megszeppenve egy picit. Hát ez valószínűleg a Vidám Parknak valami részlete lehet, nem tudom pontosan. Ne keresek arra semmilyen vasúti járatot. Nincsen, nem is volt soha. Tehát ez a Vidám Parkhoz, illetve valószínűleg ugye az úttörőházhoz, később ifjúsági házhoz tartozott egy erdei kisvasút. Nos, hát akkor mindjárt láttuk az első képen magát az alkotót, folytassuk a sort a következő képpel. Az egyik legkorábbi kép, amivel én találkoztam Barasics Béla munkássága kapcsán, az az Erős Vár címet viseli. Edit, amikor megosztja ezeket a fotókat, akkor általában az eredeti címeket szokta közölni, hogy ezek fantázia nevek, és a készítésnek az időpontját, amit Barasics Béla ráírt ezekre a fotókra. Nem mindig pontos egyébként ez sem, de én például Molnár Tibor városi főépítész fotóhagyatékában rendkívül sok olyan fényképpel találkoztam, amit ő teljesen máskorra dátumozott, mint amikor valójában a fénykép készülhetett. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy ekkora anyagból néhány nem teljesen stimmel, akkor az még rendben van. Tehát az Erős Vár címet viseli ez a kép. Nem véletlen. Ugye az evangélikus templomot láthatjuk itt középen, és ha jól gondolom, akkor valamikor az 50-es évek elején készülhetett egyébként a kép. Ugye a háborús romok, a tankok, amiket láttunk az előző adásban, hogyha még a kedves nézők emlékeznek rá, azok már nincsenek ott, és a Zicsi-ligetnek a fáit láthatjuk, illetve a templom mellett jobb oldalon pedig azt az egykori majorságot, és a Kígyó utcának azokat a házait, amelyeket majd a 60-as, 70-es években bontanak el, és így alakul ki ugye a mai Várkörútnak a nyomvonala a 60-as évek elején, illetve így kezdődik el a vízivárosi lakótelepnek az építkezése a 70-es években. A kép címe pedig a templom feliratára utal, gondolom, így van, természetesen pontosan. Erős Vár, ami otthonunk. Ez volt 1950, és gyorsan ugrunk 20 évet. Igen, de itt maradunk helyben igazából, tehát ahogy mondtam, hogy nagyjából egy városnézést fogunk most itt látni. A zenepavilont látjuk, a 60-as évek végén, 70-es évek elején. Ugye, hogyha valaki közelebbről megnézi, akkor látszik az is, hogy ez egy beüvegezett változata, illetve megtoldották egy belső kis építménnyel, amit ugye nyitni-csukni lehetett különböző oldalakról. Ugye a 60-as években már az jellemző volt, hogy itt például televízión lehetett foci meccseket nézni, televíziós vetélkedőket, egy olyan, ma úgy neveznénk, hogy közösségi szintér volt, ahova az emberek kijártak. És hát ugye amellett, hogy a város egyik első díszpolgárának az ajándéka Székesfehérvár számára, azért azt se felejtsük el, hogy ma is ez egy nagyon fontos közösségi tér. És hát érdemes azt is megjegyezni, hogy azért ott nézték a televíziót, mert akkor még nem volt minden lakásba 2-3, de még egy sem igazából. Igen, ez így van pontosan, tehát azért is volt fontos, mert ugye oda igazából egyetlen egy kis hokedli kellett, vagy akár még az sem, és az ember ingyenesen nézhette a televíziót. És milyen közösségkovácsoló volt ez annak idején? Fantasztikus, fantasztikus. Én azon csodálkozom, hogy nem volt egy olyan élelmes vállalkozó, bár tudjuk, hogy ez nem a maszek időszak, akár a tanács, vagy bárki más, aki mondjuk egy büfét telepített volna oda, ha már egyszer rendszeres tévénézés van. Hát így maradt a batyus megoldás. Bocsánat, de nekem most a Mézga Géza sorozat jutott eszembe, amikor a Máris szomszédhoz ment mindenki tévézni. Hú, jöjjünk vissza Székesfehérvárra, még mielőtt nagyon elkalandoznék. 1962-ben készült a következő kép, és itt már a belvárosban járunk egyébként, tehát bejövünk az Zicsi-ligetből, és ugye azt látjuk, hogy esti fényekben pompázik maga a belváros. Tehát ugye a mostani Szent István Király Múzeumnak a rendház épülete látható ezen a képen, ugye a folytatásban a Ciszter templom, illetve a főutcának az eleje, a másik oldalon pedig ugye a Feketesas Patika Múzeum és a folytatása a főutcának, ugye az akkori Szabadságtér, mai Városház tér felé, és egyébként a képnek az eredeti címe pedig a Fények útján. Én azt gondolom, hogy a cím az nagyon jól tükrözi a látnivalót. Úgy tűnik, hogy már akkor nagyon komolyan vették a főutca megvilágítását, hiszen nagyon szép volt, ahogy a múzeum épülete meg volt világítva. Még mindig maradunk ezen a környéken a következő képpel. 1955 terén készült ez a kép, és a püspöki palotát ábrázolja. Igazából különösebb látvány nincsen rajta, ami az én szememet is rögtön megragadta, az a hó volt, hogy bizony nem csak a palota előtti teret borítja be a hó, az akkori Szabadságteret, de bizony a palotának a tetejét is.
Én nem nagyon emlékszem az utóbbi néhány évből ilyen térre egyébként, pedig hát azért telente rendszeresen itt voltam Fehérváron. Hát bizony, itt, hogy még a tetőn is megmaradt a hó, de akkoriban azért ez úgy jellemző volt, amire te nem emlékezhetsz természetesen. Menjünk tovább, Félalma? Félalma, 1962 előtt készülhetett ez a kép, ugye az Országalma alkotásra, mint olyanra utal, Óman Bélának a Fehérvári jog emlékművére. Ugye a háttérben a tanácsház látható, már majdnem 30 éve, ugye, sőt, hát körülbelül 20 éve egybeépítve a Zicsi palotával, és ugye az a fél gömb, ami ugye ott az Országalmából megmaradt, és hogyha valaki közelebbről megnézi, akkor az is látszik, hogy ilyen sugárszerűen löveli ki a vizet ez a szökőkút. 1962-ben kapta vissza a gömbnek a tetejét, a felső részét, akkor még kereszt nélkül, és aztán a 80-as években került vissza rá a kereszt. Tehát ezért is ugye 62 előtti a fotó. Azt tudjuk, hogy miért fél? Hát igazából azért fél, mert ugye 1945-ben, ahogy már múltkor is beszéltünk róla, különböző deszka megoldásokkal vették körbe, és egy szovjet győzelmi obeliszket készítettek belőle. Ugye az Zicsi palotának a homlokzatán egy hatalmas nagy Sztálin kép virított a 40-es évek végén, és aztán lett belőle egy ilyen csonka valami, ugye hát a tetején egy korona volt, meg egy kereszt, nyilván a keresztet ugye nem akarták visszaállítani, a koronát sem, valamennyire érthető módon, és mivel ugye Szent Istvánra utalt, meg a különböző fehérvári történelmi eseményekre, ezért ebből egy díszkutat csináltak igazából, és ugye ezt a funkciót töltötte be, tehát ezért középen tört fel belőle a víz, hogy gyakorlatilag egy emlékműből egy díszkút lett, és ezt a divatot képviselte igazából még meglehetősen sokáig. Belváros és fények, csak nem éjszakai fények a következő képen. Napfényes belváros, és szintén 62 környéki a fotó. Ugye itt is az Országalmát látjuk, mint olyat. Szintén itt tél már van. Itt már egészben, szintén tél van. És hát ugye most a másik irányból nézünk rá a belvárosra, Cisztertemplom felé, és hát ugyan a felirat nem látszik, de ha jól emlékszem, nagyjából valami olyasmi, hogyha szórakozni akar, menjen moziba, ez a csemegőzletnek az emeleti homlokzatán volt látható ez a felirat, ezt Edit olvasta ki egyébként egy nagyítás során, úgyhogy neki köszönhető, hogy ez a szlogen így megmaradt az emlékezetben. Korabeli reklámtábla akkor ezek szerint. 1962 is marad, helyszín is marad a következő képpel. Maradunk a Szabadság téren, egy kicsit nézetet váltunk, ugye azt látjuk. Ritkán látni ilyen nézetből ritkán, ez a szobor. Ritkán, ugye ez a 60-as évek eleje, valószínűleg az eleje egyébként, már csak a burkolat miatt is, és ugye Pácai Pálnak a lovas szobrát, a tízes huszárok szobrát láthatjuk egy meglehetősen érdekes szögből, ugye a tanácsházának az egyik ablakából, és ugye a Hímerháznak a tömbjére láthatunk rá, illetve az akkori Zalka Máté utca, mai Oskol utcának a bejárata látszik még itt a képnek a hátterében. Valahogy a szobor jelentősége így még nagyobb ebből a nézetből, hogyha látjuk. Tehát ez még mindig a most nem Szabadságtér, de akkoriban Szabadságtér. Menjünk tovább a képek között. Kicsit elindulunk megint a belvárosból kifelé, de maradunk még a belvárosban. Az 1970-es évek elején készülhetett ez a már színes fotó. Egy sarokerkét ábrázol, és hogyha jól megfigyeljük, akkor ugye ez a Jókai utca. És mindjárt látjuk ennek a képnek a folytatását is, szintén valószínűleg ugyanekkor készülhetett, az állami zeneiskolát ábrázolja ez a kép. Ugye a Jókai utca 3-as számú épületről van szó. Itt láthatjuk is, ez a gyönyörű úgynevezett baroksárga vagy műemléksárga, ami ugye meglehetősen sokáig meghatározta a város műemléképületeinek az arculatát, és ugye a szomszédháznak a sarokerkéje pedig, tehát egy újabb sarokerkély igazából, ugye ez a Jókai utca 3, az két sarokerkés épület között áll, és ugye a mostani zeneiskolának, a Herman iskolának az elődje, ahova ugye nagyon sokan jártak többek között zongorázni, tanulni. És sokan őriznek szép emléket, indultak el onnan, tudnánk sorolni a neveket, de most nem erről szól a műsorunk, úgyhogy maradjunk Baracsics Béla fotóinál. A másik irányba indulunk el, visszatérünk a Szabadságtérre, és elindulunk
a Szent István tér, vagy Megyeház tér felé, ahogy akkoriban nevezték. A Csók István utcában járunk 1969-ben. És hogyha kedves nézők emlékeznek a belvárosi adásokra, már pedig ha valakivel beszélek, általában mindig a belvárosi adásokat szokták emlegetni. Ugye Igari Antal főépítésszel, ha jól emlékszem, 10 adást vettünk fel. Eredeti helyszínen, eredeti belvárosi helyszínen. Így van. És ugye az úgynevezett Posgai háznak a kapuja, amiről megbeszéltük, hogy nem Posgai ház, tehát az egykori Kanonoki háznak a megmaradt kapuját láthatjuk 1969-ben, a Megyeház utcában járunk, és mindjárt fogunk látni majd egy érdekes nézetet ez alól a kapu alól. Hogyha tovább lapozunk, és hát persze ezzel van szemben a bazilika, ha valaki még nem azonosította volna be, most látja is. Így van, és így látta Barasics Béla ennek a Kanonoki háznak, akkor nevezzük így, kapuján keresztül magának a székesegyháznak a homlokzatát, ami egy meglehetősen érdekes szög és egy érdekes perspektíva. Most az jutott eszembe, hogy ők az akkori és akár a mostani fényképészek is mennyire szerethetik ezt a várost, és mennyire ismerhetik. Annyiszor látom, hogy olyan helyeket fényképeznek, ahol naponta eljárunk, de valahogy megtalálják azt a beállítást, vagy azt a kis részletet, amit én nem vennék észre, vagy az átlag halandó nem venne észre, de a fotósaink azért meg tudják nekünk mutatni. Ugye a fotósok mindig más szemmel nézik a várost, ahogy egyébként a várostörténész is, aki mondjuk előadásokat, sétákat tart. Én ugye mindig szoktam mondani, hogy érdemes sokszor fölfelé, sokszor lefelé nézni, nem mindig azt, ami ugye a szemünk elé tárul közvetlenül, és ez testmagasságtól független igazából, hiszen mondjuk a háznak az oromzatát nem nézi az sem, aki magas, és általában nem az utca kövét nézi az sem, aki mondjuk még nálam is alacsonyabb, az én 168 centim sem olyan nagyon kiemelkedő. Tehát nagyon gyakran az emléktáblákat sem vesszük például észre, mert azok is jóval magasabban vannak, ugye főleg azért, hogy koszorúzhatóak legyenek, és ne lefelé kelljen tenni a koszorút, hanem fölfelé. A fotós meg megint csak egy másik szemszögből közelíti meg ezt a kérdést, és ha mondjuk megnézzük a napjaink fotóit, kortársak közül, most azért nem említek nevet, nehogy valakit kihagyjak, de akár hírlapfotósok, akár a médiacentrum fotósai, vagy bárki más, aki profi fotósként dolgozik a városban, mindegyiknek egyéni a látásmódja, és különböző technológiákat, technikákat használnak pont azért, hogy ezt az egyéni látásmódot gyakorlatilag a saját szemüvegükön, a saját objektívükön keresztül, de szubjektíven tudják bemutatni ezt a várost. És innen művészet a művészet valójában, és ettől művészet a művészet. Folytassuk a képekkel, a következőkben utcarészletet látunk? Igen, ugye azt áruljuk el a kedves nézőknek technikai információként, hogy mindig van előttünk egy szamárvezető, hogy tudjuk, hogy mi következik, és ez nagyon fontos, mert én se tudom megjegyezni a sorrendet, meg nagyon gyakran ugye nem is mindig nézek ki egyébként magára monitorra. Az 1970-es években járunk, nagyjából akkor készülhetett ez a kép, amikor ugye a Jókai utcai házsorról is, és ugye az úgynevezett Gebhardt házat látjuk itt az Ady Endre utca felől fényképezve. Ez az a ház, ami ma a Szabad Színháznak ad otthont részben, és azért is érdekes, mert lesz majd szó ebben a fotótörténeti sorozatban Bauer Béláról, illetve az ő fiáról, Bauer Lászlóról, és a Bauer család pedig ebben a házban lakott, az egyik emeleti lakásban, tehát már csak ezért is érdemes megmutatni ezt az épületet. Ha így messziről nézzük, akár mai is lehetne a fotó valójában, köszönhető ez annak, hogy már azért csak színes, csak nem látjuk még ott az igézőt, de ennyi a különbség. A város egyik kedvence a virágóra, erről is készített képet Barasics Béla. Az 1970-es évek elején valamikor készült ugye ez a fénykép, hiszen Székesfehérvárnak a címere jelenik meg stilizált formában. Ugye azt a nyitott kaput látjuk, illetve a bástyákat, ami ma is a címert uralja, és ugye 1972-ben készült olyan virágóra változat, amihez egyébként az 1972-es évszám és a Székesfehérvár felirat is kapcsolódott, tehát ez valószínűleg néhány évvel későbbi változat lehet egyébként. És a virágóra azóta is a helyén pompázik és kényezteti a székesfehérváriakat és a vendégeket. Van arra bármilyen feljegyzés, hogy mióta van virágóra ezen a helyszínen? Mert úgy tudom, hogy az őse az valahol a Halesz környékén volt. A 60-as évek elején telepítették be először, és aztán évtizedeken keresztül
egy Tamás Ádám nevű kertészmérnök, kertépítőmérnök tartotta fenn és alakította az arculatát, aki egyébként szintén tagja ennek a Fehérvári Vagyok csoportnak, és nagyon értékes képeket osztott meg velünk a csoport tagjaival a virágórával kapcsolatban, úgyhogy lehet, hogy ehhez a fotóhoz is ő mellékelt évszámot, én ezt nem néztem meg, megmondom őszintén, de rendkívül sok változatot készített, amelyek egyébként láthatók is voltak természetesen. Hát a város egyik védjegye, akárhogy is nézzük a virágóránk. Napfény a következő képen. Igen, és szintén az 1970-es években készült, ugye megtévesztő lehet, bár talán a háttér mutatja, hogy ez nem a virágórának a helyszíne. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert napjainkban ez a terület teljes mértékben beépítve áll, a 90-es évek eleje óta, ráadásul nem is messze vagyunk a virágórától, hogyha valaki szemfüles, akkor talán látja, hogy a Szent István Király Múzeum országzászló téri épületének a Bástya utca felüli kerítése az, ami ott baloldalon a háttérben látható, és ha ezt így elmondtam, akkor nagyjából az is sejthető, hogy hol járunk most. Ez az országzászló tér és a Bástya utca sarka, ahol a 90-es évek elején Pordán Ferenc tervei szerint a banképület elkészült, az a bástyát mintázó épület, és ott volt megtalálható egy második világháborús foghítelken nagyon sokáig ez a címeres beépítés. Egyfajta díszkertként, és ugye talán még az is látszik ott a háttérben, hogy hinták, mérlekhinták vannak, tehát játszótérként is működött. Tehát gyakorlatilag egy darabig egymás mellett volt a virágóra és egy rá hasonló. Igen, ugye az az érdekessége az egésznek, hogy amikor az országzászló teret ugye 1945 után felszámolták, és ugye elbontották a világháborúban megsérült egykori Nádor utcai házakat, amik ugye az országzászló térnek a hátsó térfalát adták, akkor ott egy játszóteret alakítottak ki. És amikor ebből létrejött ugye a Gagarin tér, mint olyan, nagy valószínűséggel akkor került kialakításra ezen a háborús foghítelken a játszótér, tehát egy sarokkal igazából odébb költözött. Ma még nem jártunk a Liszt Ferenc utcában, itt az ideje, hogy ezt is megtegyük. Az 1970-es években készült szintén ez a kép, ugye, hogyha a Palotaváros vagy a buszpályaudvar felől közelítünk, akkor látható ez a kép. Hát ma már nem ilyen színes és nem ilyen pompázatos, de hogyha feliratokat levennénk, akkor akár, ugye ne felejtsük el, hogy a 60-as évek elején a Katonazene című filmet, azt egyébként itt forgatták Kálai Ferenc főszereplésével. Ha feliratokat levennénk, akkor a 60-as években ezt a filmet nyugodtan leforgathatták volna mindenféle egyéb díszlet nélkül, és egyébként sem használtak túl sok díszletet a belvárosi jelenetekhez, tehát ezt érdemes elárulni erről a filmről, hogyha valaki rátalál, akkor úgy nézze, hogy ez Székesfehérvár belvárosában készült. Soha nem tűnt fel, hogy az ablakok között szobor is van az épületen. Ez az, az, hogy nem nézünk fel. Igen, ez nagyon sokat számít. A város egyik Nepomuki Szent János szobra, amiről különböző rádióadásokban és más helyeken már sokat beszéltünk, és fogunk ismét természetesen. Menjünk tovább, zavarban vagyok a következő kép címével, úgyhogy rád bízom. 1961-ben készült ez a felvétel, és akkor hadd áruljak el annyit, hogy most egy piac összefoglaló csomag következik. Az a címe a fényképnek, hogy ér adja. Amikor én a nagymamámmal 90-es évek második felében, 2000-es évek elején jártam a piacra, ugye még a régi piacra, meg már az újvárosi piacra, akkor ő is mindig nézelődött, és mindig csak annyit kérdezett, hogy mennyi. Rámutatott valamire, és mindig megkérdezte, hogy mennyi. És amikor a nénike megmondta, hogy mennyi, akkor mondta, hogy akkor nem kell. Tehát az általában így nézett ki, vagy ha valaki megszólított, akkor mindig mondta, hogy ő csak nézelődik, ő nem akar vásárolni. De ugye ez egy jellemző kérdés, és néha a köszönést is helyettesíti még most is, hogy hogy ér adja, mennyi. És hát nyilván itt azért valami alkudozás is folyik. Próbáltam úgy nagyjából kitalálni, hogy miről lehet szó, ezek valami nagyon zsenge répák vagy petrezselymek lehetnek egyébként, mert a zöldje az látszik, de valami nagyon vékony gyökerek, tehát ez vagy valami első szedés, és tényleg nagyon zsenge, vagy csak ilyen levesbefőzésre éppen. Vagy a zöldje miatt, a petrezselyem zöld miatt. Így van, amiatt is lehet. Tehát ez az egyik olyan első piaci életkép, amit Barasics Béla egyébként már a fedett piacon megörökített. Hát, ha valaki felismeri benne a képen látható alakok között a rokonát, édesanyját, akkor örömmel várjuk most is természetesen, hogy ez lenni szokott az értesítést ezzel kapcsolatban. Aztán jön egy kakukktojás, abból a szempontból kakukktojás, hogy bár szintén 1961-ben készült,
Vasárnapi ünneplőbe öltözött parasztasszonyokat láthatunk, talán felsővárosiak. A helyszínt azt nem tudni egyébként pontosan. Hasonlítanak Kati nénire. Hasonlítanak Kati nénire, így van, meg a többi felsővárosi parasztasszonyra. Lehet, hogy ők is árultak egyébként a piacon, de itt elsősorban a vasárnapi ünnepi viselet miatt örökítette meg őket Barasics Béla. És akkor visszamegyünk a piacra. Visszatérünk a piacra, ahol ugye hasonló öltözetben árultak az asszonyok, bár itt látszik, hogy ez már nem az ünneplő, ez már inkább a hagyományos hétköznapi. És még kötényt hord a vásárló. Így van, pontosan. És ugye a fejkendő az megvan, a nagy kabát, a hosszú kabát az megvan, és ugye ez azért nagyon fontos, mert elsősorban a vidéki parasztasszonyok, akik bejártak ugye Fehérvárra, már az akkori kezdetleges buszjáratoknak köszönhetően, ők voltak azok, akik ugye ezt a viseletet, bár már hétköznapi viselet, de még hozták magukkal, és ugye ők azok, akik aztán a következő generációra például az otthonkát tovább hagyományozzák. Igen, az már egy másik fajta ruhavédő felszerelés. Megnézzük a kofákat is. 1974. októberében készült ez a felvétel, legalábbis Barasics Béla felirata szerint. Kofák busz megállóban láthatók ezen a felvételen, tehát itt várakoznak a parasztasszonyok, ugye a piacnapon. Mert hogy nem autóval hozták az árut. A piacnapon ugye várakoznak arra, hogy mehessenek haza a busszal, még a megmaradt portékát ugye hazavitték, és aztán hozták a frisset otthonról. Azért volt ott cipekedés rendesen, nem volt olyan egyszerű az élet. Piac tér. 1970 körül készült ez a felvétel, ugye nagyjából 70 az év, amikor elkezdik bontani a várfalak előtti területet, és ugye megszűnik az az üzletsor, ami nagyon sokáig hozzátartozott a hagyományos búzapiachoz, haltérhez, és 1972-ben alakítják ki ugye azt a várfalparkot, ahol elhelyezik Bori Jenőnek a püspökkútját, amit majd mindjárt egy másik helyszínen fogunk megtekinteni. Gyönyörű, ahogy kiemelkedik a bazilika tornya, itt a várfal mögötti épületeken, túl. Akkor nézzük meg a következő képet. A már említett iskoláról lesz szó. Ugye a műsor elején beszéltünk róla, hogy Barasics Béla maga is tanár volt. Kiléptünk a belvárosból, és 1963 környékén járunk, lehet, hogy egy kicsit később, illetve 63-nál később vagyunk mindenképpen, hiszen a mostani Hunyadi iskolának az épületéhez ugye 1963-ban ragasztották hozzá ezt a modern bővítményt. Ugye néhány tanteremmel bővítették a Várkörút felől ezt az eredetileg iparos tanonc iskolát, amiben egyébként az ipari szakmunkás képző működött, a 320-as, ugye az Árpád elődje, ami aztán kiköltözik a Seregélyesi útra későbbiekben, és itt pedig már az a 6 tanteremmel megtoldott építmény látható, ami egyébként ma is jellemzi a ma már Hunyadi kereskedelmi és közgazdasági iskolát, és ugye a Hunyadi pedig a szomszédos épületből, az egykori felsőkereskedelmi iskola épületéből költözött át ide, a helyére pedig az első István iskola települt be. Úgyhogy itt kapásból elmondtunk 3 olyan intézményt, ami itt ugye nagyjából helyet cserélt, és hát Barasics Béla ennek az egyik testvér iskolájában, testvér intézményében, ugye a 323-asban, a Vörösmartiban volt oktató. Megnézted közelebbről? Rá nagyítottál a falon látható faldíszre? Igen, ugye ez azért érdekes, nem tudom, mostanában nem néztem ennyire tüzetesen ott a Várkörúton körül, a Várkörút felüli sarkon. Ezt nagyon sokáig egyébként ezt az grafitot elfette egy fenyőfa. Lehet, hogy most is ott van egyébként. Valamikor a 60-as években telepíthették, a 60-as évek második felében, és aztán egyszer csak eltakarta ezt az alkotást, egészen addig szabadon látható volt, és egyébként mai napig is ott van. Függetlenül attól, hogy mennyire van takarásban, ez ma is díszíti az iskolának az épületét. És aki észrevette, azért az autókat is érdemes volt megnézni ezen a képen. Más világ, nagyon más világ, más milyen autók. Horváth István utcába kerülünk a következő képnek köszönhetően. Igen, itt már abszolút a külvárosokban járunk. 1960 januári datálású ez a fénykép, és a Prohászka templomnak a kupolája, illetve a tornya látszik ott a háttérben a fák között, hogyha valaki megnézi, és a Horváth István utcának az eredeti, az a jó kis csúszós keramit kockakő burkolata, amit ugye, hogyha néha felmostak,
vagy néha egy-egy eső után valaki közlekedett rajta, akkor bizony nagyon csúszós tudott lenni. És hát látjuk rajta azt is, hogy igaz, hogy január, tehát egy téli életkép, de 1960-ban körülbelül ekkora forgalom volt a Horváth István utcán. Igen, teljesen úgy néz ki, mintha valami sétáló utca lenne valójában, hiszen az úton sétál valaki a Horváth István utcában, ami aztán kapott később, nem sokkal később, de kapott más nevet is. És igen, aztán... igen volt neki több neve is, aztán visszakapta az eredeti nevét, úgyhogy örülünk neki, hogy ma már újra ezt a nevet viselheti. Ismét látunk egy iskolát. 1955-ben járunk, ugye a Bori Jenőféle püspökkútat említettem. Az eredeti helyét is láttuk, ugye az Országalma került 1943-ban a helyére, és 1938-ban került ide a vasútállomás épülete elé, majd 72-ben abban a Várfal Parkban, aminek ugye a kezdeti munkálatait láthattuk az előbb. A háttérben pedig a béketéri iskolának a régi épülete, amit 1943-ban nyitottak meg, 44 végén pedig elvitte a bombázás a nagy részét, és ugye a különböző belövések, ezért újra kellett építeni, és aztán az 50-es évek végén, a 60-as évek elején kapta meg azt a függő folyosós bővítményt, ugye a szovjet temető felé, amit Pordán Ferenc tervezett szintén, akit már a banképület kapcsán említettünk. Van még 14 perc a műsorból, így van idő egy kicsit megállni, mert azért érdemes megnézni. Nem nagyon jellemző a fehérvári iskolákra ez a boltíves megoldás kívül. Igen, ugye ez a 30-as évek végének, 40-es évek elejének az építészetét tükrözi. Ugye ennek testvériskolája a Vasvári gimnázium. Neked nem kell említeni, mindketten oda jártunk. Ugye mindkét épületet Szél László tervezte, és az olasz Novecento, tehát az új század építészeti stílusnak a nyomai abszolút láthatók rajta, főleg ez az árkádos, folyosós megoldás, és egyáltalán ugye az épületnek a homlokzati kialakítása, ugye a 20. század 30-as éveire, akár a Várkörút környékén, akár a belvárosban is azok a hatalmasan zászlótartók jellemzők, aztán a nagy bevilágító ablakos lépcsőházak, mondjuk a Vasalóház esetében például ez nagyon jól megfigyelhető, vagy Molnár Tibor különböző várkörúti villái kapcsán szintén ez előbukkan, és ugye amellett, hogy a lekerekített formákra törekednek, természetesen ezért a szögletesség is elég erőteljesen megjelenik, tehát az olasz modernista építészet, ami ugye a Mussolini-féle Olaszországnak a védjegye igazából, az megjelenik Magyarországon is természetesen már a 30-as évek elejétől, sőt, talán már a 20-as évek végén, és nagyon jó alkotások születnek belőle. Jól is mutat azért, hogyha valaki leszáll a vonatról, és kijön a vasútállomásról, ezt az épületet látja magával szemben. Szerintem nem kell panaszkodnia. Menjünk tovább, egy építkezést láthatunk? Az 1960-as években, ugye itt sem írtam neked a szamárvezetőbe helyszínt, és nem véletlenül, mert úgy gondoltam, hogy időzzünk el itt egy kicsit. Érdemes ezt megnézni, mert fogjuk még ezt a környéket mutatni egy másik képen, hamarosan. Ez még nem a panel. Ez még nem a panel, de már ugye az a tömeges lakás építési időszak a 60-as évek elején. Majd mindjárt fogunk látni egy másik utcát, ahol hasonló megoldással építkeztek. Ez a mostani Esze Tamás utca, illetve az akkori Lenin út, vagy ugye mai nevén Prohászka utcának az építkezése. Ugye ez a Prohászka utcának az első lakótelepe, tehát a korábbi lakótelepi része. Ugye az a klasszikus tömbházas megoldás, de még elsősorban téglával, még a lapos tetőt ugye hanyagolják, és azokat a rendkívüli nagy magasságokat, tehát még 4 emeletben sem feltétlenül gondolkodnak, vagy ha igen, akkor legfeljebb annyiban, 10-ben semmiképpen, hiszen még a technológia sem minden esetben teszi lehetővé. Úgyhogy ez már a tömeges lakásépítés időszaka, és itt már a FAÉV, tehát a Fejér megyei Állami Építőipari Vállalat épít, de még nem az aréves korszak, tehát ugye a 70-es évektől kezdődő nagy lakótelepi építkezések. Ráadásul ugye ez a belváros széle, hiszen egyrészt a Várkörútnak a folytatásában, ugye az úgynevezett új Várkörúton épülnek ezek a lakások. Másrészt a Vörösmarty tér van a másik szomszédban, tehát ez még azért valamennyire a belvároshoz kapcsolódik, ezek még emberibb léptékű házak, és azért azt se feledjük el,
hogy a tömeges lakásigény, bár már ekkor is jelentkezik, leginkább a 70-es évektől indul el, amikor ugye a második világháború idején, vagy a két világháború között létesített gyárak abszolút tömegtermelésre állnak rá, és egyre nagyobb munkaerőt szívnak fel, ami aztán a rendszerváltás idején bizony, meg a rendszerváltás után pont az ellenkezőjére fog majd átfordulni. Nos, hát most próbáltam elhelyezni magam, gyakorlatilag a hátam mögött van a Prohászka templom oldala, akkor ezt az épülettömböt látom. Ha a Széchenyi utcából jövünk a Prohászka utca felé, akkor ugye a kettőt az Esze Tamás utca köti össze, és igazából itt a Széchenyi utca irányából látjuk magát a Prohászka utcai építkezést. Egy kicsit ennek a területnek a része egy ikonikus, jól ismert, már szebb időket megélt étterem. Is. Amit nem mondtuk is. Meg még sok minden egyéb. Jó, beazonosítottuk. Remélem, hogy segítettünk a nézőknek is, akinek esetleg elsőre nem volt meg, hogy hol is járunk valójában. Menjünk tovább a képek sorában. Az 1960-as évek elején járunk szintén, és az előbbi fotónál már említettem ugye ezt a lakásépítést. 1965-ben adták át a Deák Ferenc utca, ha jól emlékszem, talán 12-es, de most lehet, hogy nem jól mondom. Ugye ennek az emléktábláját 2015-ben leplezték le. A városvezetés, az Arév Baráti Kör Egyesület vezetése és az ottani résztvevők, és volt egy kisebb megemlékezés történeti áttekintése Demeter Zsófiától, természetesen, mint ugye a 20. század és annak második felének nagy szakértője, és valamelyik szomszédos házon került elhelyezésre ugye az az emléktábla, tehát a 60-as évek közepén adták át ezeket a Deák Ferenc utcai házakat, amelyek hasonló technológiával épültek egyébként, mint a Lenin úti lakóházak. Tehát ez még nem a paneles, ahogy te is említetted, nem a paneles lakóterep, ez még a, mondjuk azt, hogy a középvárosi lakótelepnek a típusa. És ugye amiről a kép a címét kapta, ugye a cím a diszkoszvető, az Turáni Kovács Imrének a szobra, aminek a kezéből egyébként az évtizedek során nagyon sokszor ellopták azt a diszkoszt. Amit ő nagyon szeretett volna eldobni, és nagyon sokszor csak pihenni tudott szegény, mert nem volt mit elhajítania, vagy eldobnia, vetnie, akkor hadd fogalmazok így. Ugye a Jáki, mai Jáki Technikumnak az oldala, a Martinovics utca felől, látható igazából a képen. 1958-ban készítette Turáni Kovács Imre ezt a szobrot, és 1959-ben helyezték el itt. Az épületnek, egyáltalán a technikumnak, meg Turáni Kovács Imre munkásságának az az érdekessége, hogy a tömbnek a másik felén, a mai Pirosalma utca felől állt valamikor az a Petőfi Sándor mellszobor, amit aztán ugye a Petőfi iskola elé helyeztek át, ami ugye most már a rendszerváltás óta a Szent Imre iskola nevet viseli, ugye visszakerült egyházi tulajdonba, és visszakapta, részben visszakapta a nevét is, hiszen korábban ugye nem Szent Imrének nevezték, de a Petőfi szobor az a mai napig is ott található. Tehát 1960, és a következőképpen ugrunk 12 évet. Épülő lakótelep, 1972 körül. Ugye azért körül, mert 72-73-ban adták át ezt a meglehetősen jellegzetes lakótelepet. Röpke 10 év, és itt a panel. Igen, igen, és ha azt mondom, hogy ezeknek a házaknak a folytatása a jobb oldalon az igazából nem olyan nagyon hosszú, akkor ugye toronyházakról beszélünk, nem sorházakról. És ugye ez a Tóvárosban történik ráadásul, ahol ugye megmaradt a toronysor elnevezés. Ezt a toronysort láthatjuk éppen épülőfülben, és ami számomra is nagyon érdekes volt, néhány évvel ezelőtt találkoztam a szalagsor elnevezéssel, ugyanis szalagházak is épültek ugye ebben a tóvárosi, ma már lakónegyednek nevezzük, a Münich Ferenc lakótelepen, és ezeket ezt nevezték szalagsornak, a toronyházakat pedig ugye toronysornak. 72-73-ban adták át a Münich lakótelepnek az első nagy létesítményeit. Látkép szintén 1972-ből. 1972 környékén járunk, már biztosan 72 után. Hogy miből adódik ez a pontos datálás, már az, hogy 72 utáni a kép, abból, hogy a Garzonház már létezik, és hogy a Garzonházról azt tudni érdemes, hogy 1972-ben adták át, Schulz István tervei alapján készült.
Sulc Istvánról érdemes tudni, hogy a 320-asnak a Várkörúti bővítményét, mai Várkörúti bővítményét ő tervezte. A Kossuth utca 9-11-es udvarnak ugye rekonstrukcióját, beépítését ő tervezte, a Szent Donát kápolnának az új építményét ő tervezte, de mondhatnánk az Üreghegyi plébánia templomot is, ami szintén az ő tervei nyomán épült. Tehát ő egy meglehetősen meghatározó építésze, akár mondhatjuk azt is, hogy építő művésze volt a városnak, és a Garzonháznak is ő volt a tervezője, amit 1972-ben ugye a város fennállásának ezredik évfordulója tiszteletére adtak át. Amit az előtérben láthatunk, az pedig a mostani Budai út, az egykori Vörös Hadsereg útja, és nagy valószínűséggel valahol a József utcai munkásszálló környékén készülhetett ez a felvétel a magasból, ugye a későbbi Arév, mai nevén Révszállónak az egyik emeleti szobájából, vagy éppen a folyosójáról, és ugye egészen a Tóvárosig, a Tóvárosi lakótelepig elláthatunk egyébként a távolban. Én ezt a kék tető épületet nézem, az valami vászonnal befedett, valami csarnok lehet. Igen, az valami csarnok lehet, de nem tudom aki neked tudja, most megmondani. Aki tudja, keresen bennünket, és segítsen nekünk, mondja el, hogy mit látunk ott. Tulajdonképpen tényleg ilyen vászonszerű valami hatalmas nagy épület, ami ott le van takarva a képen. Van még két képünk a következő percekre. Egy újabb építkezésen vagyunk. 1977-ben készült ez a fénykép, 78-ban adták át azt az iskolát, ami itt még épült, és ezt a címet is viselő kép, hogy épülő iskola. Nem biztos, hogy beazonosítható, hiszen nem ez az egyetlen klassz iskolája Fehérvárnak. 78-ban adták át a mostani Németh László iskolának az elődjét, a Velinszkit. Ugye a Velinszki Lászlóról elnevezett lakótelepen, vagy ahogy nagyon sokan ismerik, ugye a Kígyós iskolát, hiszen aztán a 70-es évek végén, 80-as évek elején került oda az a kígyó az iskola elé. És akkor búcsúzunk a Vidám Parkról készült képpel. Vidám Parkkal kezdtük, én azt gondoltam, hogy akkor Vidám Parkkal is zárjuk a sort, meg amúgy sem nagyon jártunk ezen a környéken. A 70-es években készült ez a kép, Barasics Bélának egyébként egy nagyon jó fotósorozata van a Vidám Parkról, ami nagyjából egy időben, sőt lehet, hogy ugyanazon a napon készült. Itt az úgynevezett hernyót láthatjuk. Ugye azt tudni érdemes, hogy a Vidám Parkkal kapcsolatban nagyon sokszor felvetik, hogy Fehérváron óriáskerék ugyan volt, volt ugye nagyon sokáig kisvasút is, kisvonat, amivel lehetett közlekedni, de nem volt klasszikus hullámvasút. Volt helyette ez a hernyónak nevezett valami, ami ugye járt körbe-körbe. Ebben nem kellett sikongatnunk. Ebben nem kellett sikongatni, viszont ez is egy élmény volt a gyerekeknek is, meg a szülőknek is egyaránt. Emlékszem a Vidám Parkban, még gyerekként természetesen, ahogy ott jártam, és amit itt látunk a képen, az az élet, az mindig is jellemző volt rá. Tulajdonképpen mindegy volt, hogy milyen az idő, valahogy a fehérváriak szerettek oda kimenni. De egyszer érdemes lesz a Vidám Park történetét is feldolgozni, mert azért ott sok minden volt, tehát mindjárt a csónakázó tó mellett az is adta a lehetőségeket. Gyönyörű helyszínen, jó hangulatban. Nosztalgiáztam egy kicsit. Igen, egyáltalán a környéknek a történetéről is érdemes lesz majd beszélni, mert ugye ott nagyon sok minden volt, az úttörőháztól kezdve, ugye a pártiskolán keresztül, az Ibl gimnáziumig, tehát nagyon sok mindennel érdemes ott foglalkozni, főleg azért, mert ezek ma már nincsenek. És mekkora kajakosok kezdték ott megtanulni a sportágukat. Tényleg lesz, miről beszéljünk. Végére értünk a mai fotósornak, Barasics Béla munkáinak. Mivel fogjuk folytatni a következő adásban? Ugye említettem már Bauer Bélának és Bauer Lászlónak a nevét. A tervek szerint az ő munkásságukat fogjuk majd bemutatni, illetve dr. Perényi Istvánnak a fotósorozatát, főleg a palotaváros bontásával kapcsolatban, hogy milyen sorrendben megyünk majd tovább, az természetesen még azért nagy kérdés, hiszen a Perényi doktor úr már az 50-es évektől kezdve fotózott Fehérváron, 56-os képei is vannak, ahogy Bauer Bélának szintén, Bauer Laci, Bauer Béla fia, aki hál' Istennek mai napig is köztünk van, ő a 70-es évek elején kezdett el fotózni a még létező palotavárosról,
Tehát azért az idő az meglehetősen fontos tényező ebben a kérdésben, úgyhogy fogunk majd csapongani, ezért nem könnyű eldönteni, hogy mivel is folytassuk, de minden esetre az ő munkásságukkal fogunk ismerkedni a következő egy vagy két, inkább két adásban. Nagyon szépen köszönöm Váci Márk történész városkutatónak a mai műsort is, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy velünk tartottak. Két hét múlva újra itt van a Városrészek titkai. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.